Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a mai vendégünk pedig Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, országgyűlési képviselő, az EP lista vezetője. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta meghívást. Jó napot kívánok, köszönöm. 3 nappal vagyunk a választások előtt. Mire számít? Nem szoktam ezen gondolkodni ilyenkor, hanem teszem a dolgomat. Az a lényeg, hogy én a választás napján úgy érezzem, hogy mi mindent megtettünk, és megpróbáltunk minél több emberhez eljutni. Úgyhogy innen indulok Zalaegerszegre, holnap lesz a budapesti kampányzáró rendezvényünk, szombaton pedig Kaposváron és Siófokon zárom a február óta tartó országjárásomat. Úgyhogy óriási küzdelem, és a legfontosabb az, hogy az elmúlt egy hónapban most azok a felmérések, amelyeknek persze nem nagyon szoktunk hinni, de tendenciákat azért ki lehet belőle olvasni. Ezek azt mutatják, hogy a Mi Hazánk tudott a legjobban mozgósítani, ugye éppen a Medián kutatása mutatta tegnap vagy tegnap előtt, hogy májusban a Mi Hazánk mozgósított a legjobban, úgyhogy 23%-kal nőtt azon szavazók száma, akik biztosra ígérik, hogy el is mennek vasárnap szavazni. Nekem ezek a fontos dolgok jelenleg, de hát nyilvánvalóan azért 9-én nem az én egzisztenciális helyzetemről fognak döntést hozni, hiszen én mondtam, hogy én nem is megyek ki Brüsszelbe, tehát én ugyanúgy maradok az országgyűlésben, itt van dolgom, itt van feladatom, de Magyarország és Európa sorsáról rendkívül fontos döntést fogunk hozni majd vasárnap, hiszen a következő 5 évben, és ez az én állításom, hogy a következő 5 évben el fog dőlni az Európai Unió, és nem csak az Európai Unió, hanem az egész Európa sorsa és jövője. Akkor beszéljünk egy kicsit erről, mert ugye sokszor beszélgettünk már mi is, és most ilyen utolsó szójogán kampány előtt kérdezem, hogy ön szerint mi a választásoknak a tétje, mert itt különböző narratíva van. Ugye a Fidesz azt mondja, hogy háború vagy béke. Az ellenzék azt mondja, hogy ez A probléma, és valójában ezzel a mostani választással meg lehet gyengíteni az Orbán rendszert, erős üzenetet lehet küldeni, hogy sokkal erősebb Európára van szükség, és vannak önök, akik meg azt mondják, most éppen ugye egy új pártcsaládról beszélnek, és egy újonnan formálódó Európai Szövetségről beszélnek. Miért érzik úgy, hogy ez a jó irány? Hát azért, mert erről szól ez a választás, és én nem emlékszem az elmúlt 30 évemből olyanra, pedig már a 90-es években is segítettem pártot, és már úgymond politizáltam nagyon fiatalon, de én nem emlékszem az elmúlt 30 évből ilyen kiábrándító kampányra, mint ami most volt itt Magyarországon, ami egészen elképesztő mellébeszélésekről szólt. Ugye az előbb úgy fogalmazott, hogy az ellenzék próbálja bagatelizálni ezt a háborút, ugye akkor konkretizáljuk, mi is ellenzék vagyunk, de itt a DK-ról és Magyar Péterékről beszélünk, akik végig azt hazudták ebben a választási kampányban, ezzel félrevezetve magyarok tömegeit, hogy itt most a Fidesz megbuktatásáról fog szólni a választás. Én hosszú hetek óta mondom azt, hogy ez hazugság, ugyanis nem országgyűlési választásokat fognak rendezni. Bárki vál bármekkora tétben, ahogy megfogalmaztam ezt korábban, mernék fogadni, pedig nem szoktam soha fogadásokat kötni, de mernék arra fogadni, hogy június 10-én, június végén, sőt júliusban is a Fidesz fogja Magyarországot kormányozni. Viszont 2026-ban. Hogyha a Fidesz jó eredményt ér el, akkor azt mondják, hogy stabil az ország vezetése, ha viszont rossz eredményt ér el, akkor akár a külső erőknek is az a benyomása alakulhat ki, hogy már nincs az a fajta stabilitás Magyarországon, mint ami volt. Hát egyrészt még egyszer mondom, nincsen jelentősége, mert a 2026-os választásokat ez egyetlen egy szempontból talán befolyásolhatja, hogy kik maradnak állva. Tehát kik azok, akik bejutnak most az Európai Parlamentbe, szerintem, és én, hogy ezt megfogalmaztam, ez 4 potens politikai erő nagy valószínűséggel jelenleg Magyarországon, ugye a Fidesz-KDNP, a DK alkotta, de a Balliberális Szövetség, Magyar Péter, Tisza pártja, illetve a Mi Hazánk Mozgalom. Szerintem ez a 4 párt fogja majd meghatározni 2026-ban, hogy merre tovább Magyarország. Sőt, én nem lepődnék meg, hogyha újabb szövetségek jönnének létre, itt a DK-MSZP párbeszéd, Fidesz-KDNP, mellett akár Magyar Péter is összeszedné, vagy fölporszívózná a most a pártok waterlója, tehát június 9-e után elbukó kis pártokat. Már látható, hogy a Jobbik elárulói közül jó páran ott vannak, akik most szervezik a Tisza párt, illetve Magyar Péter kampányát. Ismerősen, tehát én látom ezt a... köztük?
Persze, ismerjük őket, tehát nekem az túlzás, hogy ismerőseim, főleg nem barátaim voltak ezek az emberek, de ugye az a Radnai Márk, aki az egyik ember, aki ott áll a szervező, egyik szervezőcsapatnak az egyik irányítója Magyar Péter mögött, ugye az ő édesapja volt az, aki Vona Gábor főtanácsadójaként részt vett abban, nyilván ez kellett persze Vona Gábor is, de részt vett abban, hogy kisiklatták a Jobbikot ugye 2018-ban, amikor ugye hónapokkal a választások előtt egy interjúban mondta el Vona Gábor, hogy a Momentummal el tudná képzelni a kormányzást, amit nyilván senki, aki annak idején a Jobbikot besegítette 2010-ben a parlamentbe, hát nem így gondolta, hogy majd a Momentummal fogunk együtt kormányozni, de ez a Radnai nevű ember, aki már akkor is az SZDSZ és a multinacionális cégek világából érkezett tanácsadóként a Jobbikhoz, óriási károkat okozott ezen a téren. Most miközben az ő a fia... Jobbik egyébként 2018-ban nagyon jó eredményt ért el. Hát nagyjából ugyanott maradt, mint 2014-ben, sőt 2010-ben is, tehát mindig maradt egy erős középpárt, egy 15-20%-os párt, de nem tudott áttörést hozni abból a szempontból, hogy nyilván választást, vagy választási győzelmet ígértek akkor Radnaiék, vagy Vona Gáborék. Csak akkor Radnaiéknél maradva egy picit, hogy ők elvi alapon segítették a Jobbikot, vagy ők, ha kellett volna, akkor bármelyik pártnak megcsináltak volna a kampányát, és ők kampányszakemberek, akik elmondják, hogy melyik oldalra nézzen a ló a plakáton, vagy milyen színű legyen a klasszikus kampányszakemberek, olyan, mint a Fidesznél, olyan, mint a Fidesznél Finkenstein, olyan, mint Ron Werber volt a baloldalon. Na most ilyenek nem lesznek a Mi Hazánk mozgalom esetében. Vannak kampányszakemberei ilyenek? Nincs. Hát a kampányfőnökünk is Balogh Csaba, a budapesti alelnökünk, akit itt ismertem meg én is a Mi Hazánk mozgalomban soha korábban. Ő nem volt az ismerősöm, hanem nem foglalkozott politikával. Ez jó, hogy így van. Tehát nem lehetne sokkal professzionálisabb? De lehetne, de mi azon dolgozunk, hogy egyre professzionálisabban működjünk, de szerintem sokkal fontosabb a professzionalizmusnál, vagy akár annál, hogy mondjuk nem tudom, a jelöltekről elmondják most akár Magyar Péterék, hogy milyen jó, hogy 4 vagy 5 nyelven beszél az első helyen kijutó jelöltjük, csak szerintem a sokkal fontosabb, persze azért angolul tudni kell, hogyha valaki ki akar menni az Európai Parlamentbe, de annak semmi jelentőség, hogy az angol mellett esetleg beszéle még, nem tudom, spanyolul az Európai Parlamentben, ennek semmi jelentősége, sem az Európa Tanácsban. Tud beszélgetni a Vox-szal anyanyelvi szinten. Aki oda kijut, ugye én is az Európa Tanács tagja vagyok, ott ez alap, hogy angolul mindenki tud beszélni, tehát mindenkivel lehet angolul beszélgetni, nincs szükség arra, hogy valaki még 6 nyelven beszéljen, de jól hangzik ebben a kampányban is, ugye ezzel érvelnek a DK-sok is, hogy Dobrev Klára hány nyelven beszél, Magyar Péter is, hogy a jelöltjük 4 vagy 5 nyelven beszél, ezek fantasztikus dolgok, csak az a helyzet, hogy az ilyen professzionális kampánytanácsadók, meg a 8 nyelven beszélő emberek juttatták ide Magyarországot, és árulták el a magyar érdekeket. Szerintem a sokkal fontosabb, hogy például, ha már említettük, ugye Dobrev Klárát nem kell bemutatnom, mindenki tudja, hogy kicsoda és mit képvisel. Nyilván nem a magyar érdekeket fogja, hiszen Európai Egyesült Államokról beszél, de hát Magyar Péter első számú jelöltje, aki kijuthat, és valószínűleg ki is fog jutni az Európai Parlamentben, az a Dávid Dóra, aki annak a Meta óriás cégnek, ugye a Facebook és az Instagram mögött álló szilíciumvölgyi gigacégnek a Londonban élő, 16 éves kor óta Londonban élő jogtanácsosa, aki kizár dolognak tartom, hogy magyar érdekeket fog tudni majd érvényesíteni. Ő abból a világból jön, azokat képviseli, azoktól kapja a fizetését, akik tönkreteszik a magyar szuverenitást, tönkreteszik jelenleg az Európai Uniót, belehajszolják egy katasztrofális gazdasági helyzetbe, mondjuk azzal például, hogy Ukrajnát finanszíroztatják vele, akik óriási károkat fognak okozni, és szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy valaki 6 nyelven beszéljen angolul a magyar nyelv mellett, ez mondjuk egy elvárás, de hogy emellett még hány nyelvet beszél, nincs jelentőség, és ugyanezt gondolom a professzionális kampánytanácsadóktól, hogy szerintem nem tettek jót a Fidesznek, nem tettek jót a balliberális oldalnak, nem tettek jót a Jobbiknak, hiszen 2018-ban mit értek el a Jobbikkal, az, hogy szét is esett a Jobbik, a fantasztikus tanácsaikkal. Belülről önt zavart, amikor azt mondták a tanácsok, hogy így kell megszólalni, meg így kell felöltözni, meg így kell a plakátot. Hát én nem vettem ezen részt. Tehát voltak ilyen eligazítások, kommunikációs tanácsok, hogy mit kell mondani, én ezekre nem mentem el. Tehát én azt képviselem, mindig is azt képviseltem, amiben hiszek,
És nekem nem mondja meg egy multinacionális cégtől, meg az SZDSZ-től érkezett professzionális kampánytanácsadó, hogy én hogyan nézzek az emberekre. Én úgy nézek őszintén, ahogy gondolok az emberekre. És például nem... ön ruháit saját maga állítja össze? Teljes hát, mértékben. Fel kell reggel, és akkor megnézi, hogy most ez a nyakkendő, mert teljes mértékben. A nézők nem látják, de az okni is összehangolva van a nyakkendőben. Teljes mértékben, ezért nem is kifogástalan. Biztos, hogy lehetne még jobban öltözködni, de szerintem nem erre van szüksége ma a magyaroknak, és általában Európának, meg a világnak nem erre van szüksége, hanem egy kicsit több őszintességre lenne szükség, ami a politikából egyre inkább kiveszett. Viszont azt például, ami, ugye tudjuk azt, hogy a pártok mindig mérik, hogy melyik téma hogy áll, azt önök mérik? Nem. Hát egyrészt nekünk nincs is pénzünk erre, ugye azért ne felejtsük el, hogy mi 5,88%-kal kerültünk a parlamentbe, és ezt a 4 éves ciklust ennyi ehhez mérten járó állami támogatással, erőforrással kell végigcsinálnunk. Ez nagyon kevés, hát 180 millió forintos az éves párt támogatás. Az nyilván egy embernek sok pénz, de egy pártnak ez szinte semmi. Most azt mondja, hogy Magyar Péter ennél többet költött a vidéki kampány rendezvényeire. Nyilvánvaló. Hát azért soha, úgy, hogy nekünk állami támogatásunk van már elég régóta, és 22-ben is itt ilyen nagyjából ilyen 700 millió forintos kampánytámogatást kap egy ilyen párt a választás előtt. Most ugye nem, tehát az önkormányzati választásokra nem jár, és az európai parlamenti választásokra nem jár állami kampánytámogatás. Lehet is látni, hogy a mi plakátjaink, meg egyáltalán kampányunk az szinte láthatatlan, mert sokkal kevesebb pénzből gazdálkodunk, mint akár a Fidesz, akár a DK, vagy akár Magyar Péter. Ez soha nem volt olyan, úgyhogy mi már parlamenti párt vagyunk, van állami támogatásunk, de soha nem voltunk olyan anyagi helyzetben, hogy mi 20-30 millió forintos színpadot béreljünk egy utcai rendezvényünkre, mint ugye Magyar Péter rögtön lehet, első lehet, hogy szegényebbek a támogatóik, mert ugye Magyar Péter azt mondja, hogy ezt adományokból valósítja meg, lehet, hogy a mi hazánknak. Igen, ugye ezek azok a híres mikroadományok, amiből a balliberális oldal működik, ugye ezek a mikroadományok, amik Amerikából érkeznek, ugye Márki-Zay Péter óta tudjuk azt, hogy ilyen 4 milliárd forintos összegekről beszélünk. Hát azt nehezen tudom elképzelni, hogy Amerikában élő magyar kisnyugdíjasok dobnak össze 4 milliárd forintokat ezeknek a pártoknak. Sokkal inkább azt tudom elképzelni, és ebben egészen biztos is vagyok, aki józan észre tud gondolkozni, az pontosan tudja, hogy ezek Amerikában élő pénzemberek, üzletemberek pénzei, amivel befolyásolják a választásokat, de nem csak így, hát maga a Facebook a legnagyobb befolyásoló. Ugye erről nagyon keveset, sőt, tehát rajtam kívül senki nem beszél a magyar politikai életben, hogy valójában a Facebook dönti el a választásokat. Ezt nagyon régóta mondom, és ugye 2019-ben az európai parlamenti választási kampányban mára már bizonyítható módon jobbikos, tehát rivális politikai párt beavatkozására törölték az oldalamat, ugye tettünk is emiatt egy feljelentést, és azóta sem történik semmi. Bepereltük a Facebookot, ráadásul nyertem, legalábbis 50%-ban már nyertem pert is ellen, az Instagram oldalam visszaállítására kötelezték, azt sem állította vissza a Meta, technikai okokra hivatkozva döbbenet, miközben nekem több millió forintot kellett kifizetni, most ebben a hónapban éppen 3,5 millió forintot kellett kifizetnem, azért, mert ugye elvittük kúriára, tehát a felülvizsgálati díj miatt a magyar államnak, és akkor még nem beszélek arról, hogy még a Meta ügyvédjeinek is fizetnem kellene, tehát egészen elképesztő, hogy én milliókat kifizetek, van egy jogerős ítélet, és utána azt mondhatja a Meta, hogy ezt nem tartja be. Tehát ők kormányok fölött állnak. Ezek azok az üzleti körök, ezek azok különböző pénzügyi körök, akik befolyásolják a választásokat. És hát ha már itt tartunk, akkor ebben a kampányban nagyon jól lehetett azt látni, hogy az én YouTube csatornámon a videóim terjedése, elérése az egészen elképesztő módon visszaesett a korábbiakhoz képest, és azért ekkora visszaesés nincsen, hiszen az országjárásom során ugyanúgy teltházas fórumokat tartok, mint ahogy korábban, mondjuk 2022-ben nagyjából hasonló létszámú, sőt, sokszor még több embert látok a mostani fórumaimon, az országjárásom során, mégis a YouTube-on valami egészen elképesztően visszaesett a videó terjedése, mondjuk egy Dr. Letoa Tamással készített videót korábban megnéztek 500 000-an, most talán 90 ezernél tart a legutolsó szegedi laboratóriumban fölvett beszélgetés. Ugye az ultrahangon is, hogyha régen beszélgettünk, akkor 200-250 ezeren nézték a legutóbbi beszélgetésünket 30 ezeren. Én emiatt nem panaszkodom, csak mondom, hogy azért tetten érhető az, hogy belenyúlnak az algoritmusokba. Itt merül fel az a kérdés, hogy vajon a pártok megengedhetik-e maguknak azt a luxus, hogy a közösségi médiára támaszkodnak,
mert akkor ilyen helyzetek állnak elő, hogy egyszer csak eltűnik a Facebook oldala, egyszer csak lecsavarják a YouTube csatornáját, és akkor felmerül a kérdés, hogy de ha meg ezek a platformok nincsenek, akkor egyáltalán hol lehet beszélni az emberekhez? Hát ez az, hogy nincs választási lehetőségünk, főleg nekünk. Ugye a Fidesznek van, mert a Fidesz fölépített irgalmatlan sok pénzből, ugye a NER rendszer által egy hatalmas média birodalmat, ezért van más lehetősége. A balliberálisoknak nem kell keresni más lehetőséget, mert ott azon a térfélen az előbb említett algoritmusok, amelyek látványos módon lecsavarnak engem, de nyilván nem csak engem, hát nézem az AfD-s barátaimat, az AfD vezető politikusait, 30 lájkjaik vannak egy-egy Facebook poszton, miközben mondjuk az előbb említett Magyar Pétert a Facebook építette föl. És még szinte semmi nem történt vele, már a Facebookon olyan elképesztő lájkokat, like számokat kapott, amire nincs racionális magyarázat, arra gondoljanak bele. De nem az, hogy az emberek szeretete, az újdonságérzet, a kíváncsiság? Az is benne van, tehát tagadhatatlan, óriási tömegek kimennek a rendezvényeire, tehát ez nyilván tagadhatatlan, de azt is meg kell nézni, hogy Nyugat-Európában vagy az Amerikai Egyesült Államokban világsztárok, akiknek akár több százmillió követője van, nem érnek el posztonként annyi lájkot, mint Magyar Péter. Na ez, erre mondtam azt, hogy ez irracionális és megmagyarázhatatlan. És ugye ez a tyúk vagy a tojás volt előbb kérdése, hogy előbb volt a felhájpolás a Facebookon, mert ma a Facebook a legfontosabb hírközlő médium, szinte minden magyar állampolgár a Facebookon keresztül tájékozódik, médiumok híreit is inkább ott olvassák, és ezzel nagyon kevesen, méltatlanul keveset foglalkozik a magyar közélet, hogy milyen óriási szerepe van a Facebooknak és az amögött álló pénzügyi köröknek. Tehát a kérdés az, hogy tudjuk, mert számos kutatás bizonyítja, hogyha valamit felhájpolnak, a reklámok világából tudjuk, akkor az emberek, vagy akár a zeneszámok, a muzsika szempontjából is tudjuk, hogyha van egy szám, amit állandóan ismételgetnek, és mindenkinek azt tolják, és egyszer csak azt látják az emberek, hogy a tömegek azt a zenét, vagy azt a számot szeretik, akkor mindenki azt a számot kezdi el hallgatni. Tehát ez egy nagyon régi ha történet. Ha akkor ön volt az Aria koncerte? Én nem voltam. Tetszik egyébként ez az Aria jelenség, vagy? Hát, is igazából nem, mert ugye politikailag, ami ilyen megszólalásai eddig voltak az Ariának, akár a Mi Hazánkat illetően, amikor egy picit ilyen ironikusan vagy gúnyosan beszélt a Mi Hazánkról, vagy a Mi Hazánk üzeneteiről, az nem annyira tetszik, abból azt látom, hogy ő is követi azoknak az influencereknek az irányvonalát, akik általában David Pressman-nél az amerikai nagykövetségen vacsoráznak, és nekem ez nem tetszik, sokkal jobban tetszik mondjuk az a néhány influencer, aki kimerte mondani, akár ugye az egyik legnépszerűbb magyar YouTube csatorna. Dancsó Péterre gondolok, így van a Videomania YouTube csatorna. Igen, szoktam néha nézni, igen, elég jó pofa. És nekem például az sokkal jobban tetszik, és nagyon, nagyon tisztelem a bátorságát, mert ehhez óriási bátorság kell, amit ő csinált. Ugyanis ezek az influencerek, ugye az életük, az ezeknek a nagy közösségi média platformok tulajdonosainak a kezében van. És ugye David Pressman azért őket is képviseli, mint amerikai nagykövet, és mint ugye, hát tudjuk, hogy milyen ideológiai vagy világnézetet valló nagykövetként őket képviseli. És egy kicsit ilyen, sőt nem is kicsit, helytartóként magához rendeli az influencereket, és ott nem kell mondani semmit. Nem kell parancsokat kiadni, amikor zárt ajtók mögött vacsoráznak, nem kell pénzt adni nekik, hanem önmagában megpróbálnak idomulni ezek az influencerek, mert azért mindenki tudja, most beszéltünk arról, hogy egy gombnyomással egy életmunkáját tönkre lehet tenni, le lehet csavarni az algoritmussal, és hirtelen már nem fogják annyian elérni őket. Ezért is tartom elképesztő képmutatásnak például azt, amikor mondjuk a Telexen like bajnokságot hirdetnek, és minden hónapban megnézik, hogy melyik politikus a legnépszerűbb, és ugye eleve én abban nem vagyok benne abban a listában, hogy a Facebookon nem lehetek, le vagyok tiltva, a nevemet sem lehet leírni. Plusz amilyen politikusok ott vannak, azok között pedig figyelembe kell venni, hogy például a fideszesek irgalmatlan sok pénzt elköltenek a hirdetésekre. Tehát nyilván több az elérés, több a like, hogyha hirdetéseket indítanak rá. Illetve vannak olyanok, akik egy forintot sem költenek, például a Facebookra, miközben ugye látjuk, hogy 20-30 millió forintos színpadokra nem sajnálják Magyar Péterék a pénzt, Facebookra úgy tudom, hogy nem költenek semmit. Ennek ellenére organikus, úgynevezett organikus. Így van, ennek, és tudjuk, hogy ilyen nincs, hanem olyan van, hogy az algoritmus
algoritmus, és az algoritmus elképesztő módon fölhájpolja olyan szintekre, mondom, amire Amerikában vagy Nyugat-Európában több százmilliós követős világsztárok esetében sincsen példa. Szerintem ez azért probléma, nem rólam szól. Nem vagyok irigy azért, hogy nem tudom ki hány lájkot kap, mert én pont nagy évbe teszek erre, de az viszont rettenetesen zavar, hogy egyrészt befolyásolják a magyarországi választásokat, rettenetesen zavar az, hogy megtévesztik a magyarokat, hogy például most azt hiszik, visszatérve az eredeti témánkhoz, hogy június 9-én meg tudják buktatni a Fideszt. Nem ez történik. Az fog történni, hogy leadják a szavazataikat a Tisza párt jelöltjeire, abban a tudatban, hogy ezzel rosszat tesznek a Fidesszel. Valójában a Fideszt, ma már látjuk ezt, én két hónapja mondom, most már a közönkutatási adatok is bizonyítják, hogy igazán volt, és pár nap múlva választásokon mindenki látni fogja, hogy valójában a Fideszt megerősítette Magyar Péter megjelenése. Most erősödött a Fidesz, most rántották össze a Fidesz táborát, és nem a békemenettel, ahova nyilván rengeteg busszal szállították az embereket, hanem a kegyelmi botrány után volt egy megzuhanás a Fidesz táborban. De Magyar Péter jelenség az azért érdekes, mert nyilván a követői bármit elnéznek neki, és mint egy rockstárt úgy fogadják. De akinek viszont nem szimpatikus, akár a személyiség jegyeiből fakadó üzenetek azért az a fajta, nem tudom, mód vagy módszer, hogy például az újságírókkal viselkedik. Hát ha valaki panaszkodhatna az újságírókra, én vagyok, mert ugye én szinte csak ellenséges környezetben szoktam járni, amikor újságírókhoz megyek, de én vagyok az, aki mindenhova elmegyek, mindenhol adok interjút, és nem csak azért, mert nekem minden lehetőséget ki kell használni, az egyik ok természetesen, ha már Facebookon sem lehetek, hogy mindenhol, mindenhova elmegyek, mert legalább az is egy felület, még akkor is, hogyha megpróbálják általában a riporterek, újságírók belén folytani a szót, mint a legtöbb ilyen interjú esetében, de én akkor is elmegyek, de nem csak azért, hogy felület, és én nem válogathatok, ez az egyik ok természetesen, de nem csak erről van szó, hanem én tényleg így gondolkodom, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy valószínűleg ez abból is fakad, hogy én újságírónak indultam, vagy készültem, és én érzem az újságíró oldaláról is ezeket a szituációkat, és szerintem meg kell tisztelni a közvéleményt is azzal, meg a választópolgárokat, hogy egy politikus nem válogathat például, hogy milyen vitára megy el. Ugye most több vita volt, én az összes vitán részt vettem. Az M1-es vitán ugye ott volt Magyar Péter, is beszéltek? Hát pont egy smink szobába kerültünk, ugye egymás mellett ültünk, nem beszélgettünk, köszöntünk egymásnak. Ültek egymás mellett, festették az arcukat, igen. Alaposzózták, igen, az arcukat, és igen, néztek mereven maguk elé? Néztük a tükörbe magunkat. Akkor nem volt paktum a smink szobában. Hát nem volt paktum, nem is volt veszekedés. Viszont ha már egyébként a hallgatók is küldhettek kérdéseket, majd fogok belőle olvasni, de akkor ide beolvasnék egyet, mert ez viszont ide kapcsolódik, főleg, hogyha megtalálom. Az volt nagyjából a kérdés, hogy azt látták, hogy a ATV-s vita után Donát Anna oda ment Önhöz, és azt kérdezik a hallgatók, hogy mit mondott Önnek, miről beszélgettek. Tényleg ilyen kérdéseket Igen, én is láttam. Tényleg én is láttam a YouTube csatornámon, és azt hiszem voltak ilyen kommentek. Erre nagyon sokan kíváncsiak. Oda jött hozzám Donát Anna, és adott nekem, hogyha jól emlékszem, egy olyan matricát, ami a Pride szólt, és mondta, hogy várnak engem, szeretettel menjek ki majd a Pride-ra. Valami ilyesmit mondott. Nyilván ezt a matricát nem tettem el, ez ott maradt az ATV. Ugye ez az ATV-s vita után. Igen, volt. Az ATV-s vita után volt, akkor ez ott maradt az ATV stúdiójában. Megtaláltam a kérdést, az ATV-s vita után Donát Anna szinte odarohant az Ön pulpitusához. Kíváncsi vagyok, mit mondhatott Önnek, vagy csak gratulált és kezet fogott? Nem gratulált, hanem hogy menjek el a Pride-ra, nem nagyon értettem, hogy miből gondolja, hogy én elmegyek. Én talán még mondtam is neki, de lehet, hogy csak ott a körülöttem, hogy többen odajöttek hozzám. Lehet, hogy csak nekik mondtam, hogy ha én elmegyek a Pride-ra, akkor ellentüntetőként megyek csak el, mint egy világéletemben, ha nagyon kevésszer, de ha elmentem, akkor is ellentüntetőként mentem el. Úgyhogy ennyi volt. Igazándiból nem is értettem, hogy mi volt a célja Donát Annának ezzel. Meglepődött ezen a... Hát abból a szempontból lepődtem meg, és most is meglepőnek tartom, hogy nem értem, hogy ezzel mi volt a célja, mert hát nyilván nem megyek el a Pride-ra, nyilván nem fogom támogatni a Pride-ot, viszont az biztos, hogy azzal komoly fájdalmat okoztam Donát Annának, és
talán Dobrev Klárának is, hogy lelepleztem a hazugságukat, hogy ország világ előtt képesek voltak hazudni arról, hogy ők szavaztak-e arról, és hogy megszavazták-e azt, hogy 15 éven belül ki kell vonni, be kell tiltani a gázkazánokat és mindenféle fosszilis tüzelőanyagra épülő kazánokat Magyarországon. Mindezt úgy, hogy az Európai Parlamentben úgy szavaztak erről, hogy oda van írva, hogy kötelezik a tagállamokat, hogy tegyék meg ezeket az intézkedéseket, erről számoljanak be az Európai Parlamentben, hogy hogyan tiltják be a gázkazánokat, és közben én megnéztem, Magyarország lakosságának nagyjából kétharmada, tehát jóval több mint 60%-a használ ilyen kazánokat. Ki fogja megfizetni a magyaroknak ennek a költségeit, hogy át kell állniuk mondjuk megújuló energiára, vagy bármi másra? Erre ma a magyar háztartások kétharmada biztos, hogy képtelen önerőből ezt nem tudja megtenni. Ugye gondoljunk bele, pont a gázkazán tulajdonosoknak jelentős része, saját édesanyám is például nyugdíjas, hát nekik biztos, hogy nem lesz erre pénzük, hogy lecseréljék a rendszerüket a lakásukban, és képesek voltak úgy ezt megszavazni az Európai Parlamentben, hogy nyilván attól, hogy a magyar emberek, meg mondjuk a magyar nyugdíjasokat arra kényszerítik, hogy dobják ki a kazánjaikat, attól a világ klímájára semmilyen hatást nem fog gyakorolni. Én ugye megnéztem, ezzel meg azt hiszem a Partizán YouTube csatornán szembesítettem Gulyás Mártont, jellemző, hogy sem ő nem válaszolt erre, sem Donát Annáék nem válaszolnak azokra a tényekre, amiket ilyenkor felsorolok, hogy például én vettem a fáradtságot, nem csak azt néztem meg, hogy miről szavaztak Donát Anna és Dobrev Klára az Európai Parlamentben, pedig ugye ők ezért kapják a fizetésüket, mint európai parlamenti képviselők, de vagy nem tudtak arról, hogy miről szavaznak, vagy ugye hazudnak, és azért mondták, hogy nem is volt ilyen szavazás, és ugye ezzel szembesítettem az ATV-s vitán, hogy a partizános vita során letagadták ezt, hazudott Donát Anna, amikor azt mondta, hogy nem is volt ilyen, és mellé beszéltek. Azt is megnéztem, hogy az elmúlt 170 évben az ipari forradalom óta, ugye akiket a legnagyobb széndioxid kibocsátónak, károsanyag kibocsátónak neveznek és a klímaváltozás felelősének tartanak, azok között az első 10-ben egyetlen egy Európai Uniós tagállam sem szerepel. Az Amerikai Egyesült Államok van ott, Kína van ott, Oroszország, India, Brazília, sehol nem szerepelnek uniós tagállamok, de főleg nem Magyarország. Tehát Magyarország ennek a listának, amit ugye lobogtatni szoktak, valahol leghátul kullog, tehát semmilyen módon nem befolyásolná, főleg most jelenleg, hogyha mondjuk lecserélnék a gázkazánokat, a földgolyó klímáját, de a magyar embereknek óriási károkat okoznának vele. És amikor ezekkel szembesítem, ezekkel a tényekkel Donát Annáékat, vagy akár Gulyás Márton mondjuk a Partizán YouTube csatornán, akkor ilyenkor ezekre nincsenek válasz. És én ezt nem tudom egyszerűen elfogadni, és nyilván nem örül Donát Anna sem annak, hogy mindezzel szembesítettem. Most jönne akkor az, hogy hallgatói kérdésekre kellene válaszolnia. 30 perc múlva el kell menni, és tudom, hogy az elnök úr általában hosszan szokott beszélni, de ha minél pörgősebben válaszol a kérdésekre, annál több kérdésnek igyekszem tudunk eleget tenni. Így szól az első kérdés, Szafner Violetta kérdezi, ki áll a béke mellett, hangot is ad ennek? Kiáll a béke mellett? Én kiállok, természetesen kiállok, rendkívül fontos dolognak tartom a békét, rendkívül fontosnak tartom azt, hogy ami Ukrajnában zajlik, ami egy borzalmas, rettenetes tragédia, és én őszintén sajnálom azokat a szerencsétlen embereket, oroszokat, ukránokat, és nyilván legjobban a kárpátaljai magyarokat, hiszen magyar vagyok, akiket vágóhídra visznek ebben a háborúban úgy, hogy az a Volodymyr Zelenszky hajtja őket most jelenleg háborúba, akit ugye 2022-ben már Isztambulban lett volna arra lehetőség, hogy béketárgyalásokon fegyverszünet, tűzszünet legyen, akkor angolszász beavatkozásra ugye Boris Johnsonék kifejezetten presszió alatt tartották Zelenszkyt, hogy ne írja alá ezt a megállapodást, és ezek az emberek, akik így hajtják háborúba ezeket a népeket, ők rögtön 2022-ben a háború kitörése után, ugye Zelenszky első külföldi útja Washingtonba vezetett, aláírtak egy olyan szerződést többek között a BlackRock-kal, amivel már előre eladtak mindent Ukrajnában, ami még érték, amit a háború ugye nem fog tönkretenni, a termőföldet, a kincseket, stb., ami ugye a földben van. Ezt a háborút a lehető leggyorsabban be kell fejezni, ezt a háborút is. Van különbség az ön béke megoldási javaslata és a Fidesz megoldási javaslata között? Leginkább az, hogy mi tettekben is ragaszkodunk ehhez, ezért is akarunk egy új
európai pártot most létrehozni az AfD-vel, ugye akik most már Németország stabilan második legerősebb pártja, a bolgár szövetségeseinkkel, az újjászületéssel, akik most már stabilan Bulgária második legerősebb pártja, tehát törnek előre mindenhol a szövetségeseink, Konfederáció Lengyelországban az egyetlen lengyel párt, aki például az ukrán zászlót most levették Krakkóban egy dombtetőről, mert azt mondták, hogy azért Lengyelország nem Ukrajna, tehát van egy ilyen európai... pártok? Nem orosz barát pártok, hanem függetlenség párti tehát pártok, tehát lengyel függetlenséget szeretnék. Vagy kritizálnak Oroszországot is? Természetesen, hogyha arról van szó, akkor kritizálják, így van. Így van. Megoldási javaslatokban, tehát hogy konkrétan mondjuk bekerülnek az Európai Parlamentbe, lesz egy ilyen frakció, akkor mit fognak ők csinálni? Azonnal le kell állítani Ukrajna finanszírozását, ne az európai gazdaságot tegyük tönkre. Mondok még egy fontos dolgot, amit én biztos, hogy föl fogok vetni, és hát szerintem az AfD is föl fogja vetni, hogy nekünk azt ígérték, hogy megtalálják és példásan megbüntetik az északi áramlat felrobbantóit, ugye ami egy gazdasági terror cselekmény volt, amivel óriási károkat okoztak Németországnak és az egész Európai Uniónak, akkor ugye Ursula von der Leyen megígérte, hogy példásan megbüntetik majd az elkövetőket, na ez elmaradt. Egyébként én aznap bejelentettem, hogy soha nem találják meg az elkövetőket, és semmilyen példás büntetés nem lesz, mert amikor rájön Ursula von der Leyen, hogy kik tették, akkor rájön, hogy azok az ő főnökei. És ez így is történt. De lehet ezt bizonyítani? Akár az Európai Parlamentben? Hát szerintem az a Sikorski, aki ugye most már lengyel külügyminiszter, akkor nem volt még lengyel külügyminiszter, aki kitette, és pontosan tudjuk, hogy ő globalista és részben amerikai érdekeket képvisel, akkor, amikor ez a gazdasági terrorcselekmény bekövetkezett, akkor ő rögtön kiposztolta, jól emlékszem, a most már ugye X korábbi nevén Twitter oldalán, hogy köszönjük Amerika, ha ön is emlékszik erre. Most innentől szerintem ennél jobb beismerés, ugye ő azért nyakig benne van abban a stratégiai tanácsban, aki ugye meghatározza ezt a fajta globalista politikát, külpolitikát ennek a térségnek, tehát ez egy beismerés volt, hogy kik állhatnak e mögött. Több kérdés is érkezett azon, és akkor összevonom, hogy mi a véleménye a csapat, tehát hogy van-e reális fenyegetés, hogy csapatokat kell küldeni Ukrajnába, a sorkatonaságnak a bevezetése, illetve a legfrissebb hírek, hogy akár NATO katonák, sok-sok amerikai katona jöhet Közép-Európába állomásozni. Igen, abszolút reális veszélye van a világháborúnak. Tehát ezt tegyük tisztába, ez nem fideszes propaganda, ez egy reális veszély. Ezt azért is tudom elmondani, mert hogy mondtam, az Európa Tanács tagja vagyok, és ott azok között, az európai politikusok között ülök, akik ugye meghatározzák az országai politikáját, akik azokban a pártokban ülnek, amelyek irányítják az európai országokat. És én tényleg azt látom rajtuk, hogy ezeknek, mint hogyha elmentek volna otthonról. Ráadásul ilyen 70 éves emberek, akik ilyen háborús pszichózisban élnek, és fú, most az oroszokat, akik most már nácik, meg Putyint, aki valójában Adolf Hitler, ezeket most meg kell büntetni, és le kell rohanni, és oda kell csapni erővel, és ilyen 70 éves emberek, akik az 1968-as Woodstocki hippi fesztivál óta szerintem még mindig be vannak szívva, és ezekkel az emberekkel tényleg azt látom, hogy Európa halad egy ilyen háború felé, vagy például Emmanuel Macron, aki a Rothschild bankház korábbi alkalmazottjaként lett Franciaország elnöke, a mai napig azt gondolom, hogy bankárok alkalmazottja, aki szintén bejelentette azt, és ezt nem az M1 híradója mondta be, hanem ezt maga Emmanuel Macron, hogy csapatokat, európai csapatokat kell vezényelni Ukrajnába. Ez borzalmasan veszélyes. Mindazzal együtt, hogy Putyin mindeközben, éppen ugye most is zajlik egy nagy konferencia, azt hiszem Szentpéterváron, így van, ahol megint elmondta Putyin, hogyha nyugati fegyverekkel, NATO csapatokkal lövik Oroszország területét, akkor a doktrína szerint, ugye, ami a nukleáris fegyverekre vonatkozik, és ezt el lehet olvasni, bárki el tudja olvasni, nekik előbb-utóbb atomfegyvereket kell alkalmazni. Meg is nevezte az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát Putyin most, és az, igen, ő fegyvereiket. Igen. Csak ugye itt az a kérdés, hogy mi ebből a kommunikáció, és mi ebből a valóság? Hát hál' Istennek azért ezek a politikusok, Emmanuel Macronról is azt gondolom, és Putyinról is azt gondolom, hogy nem őrültek. Tehát nem ment el az eszük. Ez egy jó jel. Ugye Joe Bidenről azért ezt már nem mondhatom el, tehát ő nem nagyon van képben, hogy hol van. De én azt gondolom, hogy megpróbálnak megállni a piros gomnál.
de azt kell érteni, hogy ez bármikor eszkalálódhat ez a háború. Tehát itt történhetnek olyan esemény sorozatok. Például mi ezért nem szavaztuk meg Finnország NATO csatlakozását, és éppen a múltkor az egyik interjú során az újságíró kijavított engem, hogy biztos svéd NATO csatlakozást akartam mondani. Nem, én finn NATO csatlakozást akartam mondani. És pont ez a probléma, hogy a Fidesz is úgy elvitte a kommunikációt Magyarországon, erről az egész Finnország és Svédország NATO-s csatlakozásáról, mint hogyha itt Svédország csatlakozása lett volna az igazán nagy kockázat. Finnország van a határon. Finnország van a határon, és Finnország csatlakozásával növeltük több mint 1000 kilométerrel a közös NATO-orosz határszakaszt. Ezzel növeltük igazából a kockázatot, ha egy párt őszintén a népért, a békéért küzd, akkor egészen biztosan nem szabadott volna támogatni Finnország csatlakozását, amit cson nélkül a Fidesz is megszavazott. Azt, hogy a balliberális globalista pártok, hát ez természetes, hogy ők minden ilyet végrehajtanak, de a Fidesz is megszavazta cson nélkül, és Svédországgal izmozott, miközben most arról nem beszél, hogy azt mondta, hogy a grippeneket kapjuk cserébe, ami nyilván egy hülyeség, mert egy évvel korábban már a kormány bejelentett, hogy jönnek a grippenek, de ez egy politikai játék volt értelemszerűen. Valójában a finn csatlakozás sokkal veszélyesebb volt a világ békére, és mi ezért azonnal elleneztük. És erről beszélek, amikor azt mondtam, hogy az a különbség a Fidesz és a mi hazánk között, hogy mi mindig következetesek vagyunk, nem vagyunk opportunisták, nem áruljuk el a szavazóinkat, nem adjuk fel az elveinket, és mi mindig is a békét fogjuk képviselni. Borzalmas dolognak tartom, hogy volt első és második világháború, iszonyatos károkat okozott Európának. Európa akkor veszítette el a vezető szerepét a világban, az Egyesült Államok akkor vette át az első világháború után. Mi magyarok még Európán belül is a legnagyobb vesztesei voltunk ezeknek a háborúknak, és ha valakiknek, akkor nekünk, ugye nagyon jellemző, hogy a magyarok és a németek élen járnak abban, hogy békét akarnak. Most én az emberekről, nem is annyira politikusokról beszélek. Mert nyilván mi vesztes oldalon voltunk, tehát mi borzasztó sokat szenvedtünk amiatt, hogy elveszítettük háborút, de hát szenvedett itt mindenki, Lengyelország is rettentesen sokat szenvedett, Oroszország borzasztó áldozatokat hozott. Tehát én azt gondolom, hogy a harmadik világháború az nem, hogy befejezi ezt a borzalmas munkát, és nem csak Európát végleg megsemmisíti, hanem nyilván az a világot is, tehát az a világ végét is jelenteni. Hát ezt épesző ember el akarja kerülni, és hiába mondja azt Dobrev Klára és Magyar Péter, hogy ők is békepártiak, hogy ők sem akarnak háborút, teljesen mindegy, mert ők egyébként a Fidesz is be fognak ülni egy olyan európai pártcsaládba, amit nem ők irányítanak, ugye a Tisza párt, illetve a KDNP, a Fidesz egyik fele az Európai Néppártba, Dobrev Kláráék meg ugye az európai baloldalba, olyan globalista, mind a kettő egy globalista frakció, akik nagy koalícióban irányítják egyébként az Európai Uniót, és együtt szavaztak Ursula von der Leyenre is, aki aztán a Covid időszak alatt láttuk, hogy mit művelt Európában, mit művelt a vakcina szerződésekkel, amikor 35 milliárd euró értékben SMS-ben kötött a Pfizer vezérigazgatójával szerződéseket. Tehát ezek a globalista politikusok, akik a Covid alatt is már borzalmas károkat okoztak Európának, tehát akkor szálltak el az adósságállomány, az államháztartási deficit, a legbrutálisabb gazdasági adatok az elmúlt 4 évben alakultak ki, a népesedésünk egész Európában, de Magyarországon is olyan brutálisan visszaesett, amióta ez a Covid agenda ugye végbe ment, hogy erre nem volt példa, soha nem volt korábban példa, és ezeket a politikusokat fogják megerősíteni, az ő frakciójukba fognak beülni azok, akiket a Fidesz kiküld, a Tisza párt kiküld, és akiket Dobrev Klárájék küldenek ki. Ezzel szemben egyedül a Mi Hazánk mozgalom az, amely egy teljesen más, egy teljesen új európai pártcsaládot akar most létrehozni a szövetségeseivel, és egy teljesen új irányba akarja az Európai Uniót terelni a nemzetek Európája felé. Hogy számolnak ez a nagy tét? Ugye az AfD-nek kifejezetten jó esélyeket mérnek, de hogy ez mekkora lehet ez a frakció? Hát ez egy nagyon komoly frakció lehet. Ugye azért 20 képviselő fölé kell menni ahhoz, hogy egyáltalán legyen. Realitás, van. Hát csak az AfD 17-18 képviselőt is tud küldeni, és simán meg lehet. Ez a pártcsalád 7 országból kell. Tehát ugye 2 kritérium van, az előbb említett létszám, illetve az, hogy 7 országból kell ez is delegálni. Ugye 5-en vagyunk azok, akik mondhatom azt, hogy személyes és szoros baráti kapcsolat van közöttünk. Még nem is volt Mi Hazánk mozgalom, amikor személy szerint ezek a
baráti kapcsolataim már ugye kialakultak a bolgár vezetőkkel, vagy például ugye a holland testvérpártunk, a Fórum a demokráciáért vezetőjével, Thierry Bodéval szintén egy nagyon szoros baráti kapcsolat van, a lengyel konfederáciával jól emlékszem, 15-16 éve ismerem a vezetőit személyesen, tehát nagyon fiatalok voltunk, amikor barátok lettünk. Az AfD-vel is az elmúlt években nagyon jó kapcsolatokat sikerült kialakítani, tehát így van egy nagyon erős baráti személyes kapcsolat is közöttünk, és ezért nem tudnak különböző ilyen lejárató akciók, itt brutális lejárató akciók zajlanak mindannyiunk ellen az európai kampányban, nem tudják szétszakítani, azt gondolom, ezt az öt De jött egy nemzetet, ilyen kérdés, hogy... És ugye itt még kettőt kell találni, és hát nagyon sok olyan jelöltet látunk, akik akár mondjuk egy képviselővel be tudnak majd jutni az európai parlamentbe. Ha megalakul ez a frakció, megígéri, hogy bejön hozzánk időjárást jelenteni? Igen, de mondjuk időjárás jelentése korábban nem foglalkoztam, de amióta a kétfarkú kutyapárt humoristája ugye így konferált föl a TV vitánál, azóta ezt kérdezik, és szerintem abból a szempontból ugye sok ismerősöm azt mondta, hogy nem is volt humoros, ugye Bruti azt hiszem úgy hívják, ugye stand-up comedy is, szerintem humoros volt, tehát én jól szórakoztam az ő szövegein. Szerintem... A mémeket látta azóta, ami készült őről, egy csomó van, időjárás mémek, jelentő mémű. Na. A Facebookon van, ahol ön nincs, úgyhogy akkor van. Nem, hát én Facebookon nem vagyok. De azt hallottam, mert látom a kommentekben, hogy jönnek ilyen kommentek, hogy mondjak időjárás jelentést. Szerintem jó pofa volt egyébként, tehát van humorérzéke a Brutinak. A kétfarkú kutyapártot nem szeretem, mert viccpártnak mutatják magukat, valójában egy virtigli liberális, globalista politikát képviselnek, a woke ideológiát képviselik, ami a legelmebetegebb szörnyűség, amit el tudok képzelni, ugye Amerikából indult ki ez a woke őrület. Tehát azt nem tartom viccesnek, de szerintem a Bruti az annak jó humora van. Nekem például bejött, amiket ott mondom, viccesnek tartom, de nyilván kutyapártot az meg egy veszélyes. Az AfD-hez még 15 percünk maradt, és ez most nem miattunk van, így meg nem visszaszámláló megy, hanem nyilván sok a programja. Andrási Péter kérdezi, hogy áll a mi hazánk ahhoz, hogy az AfD nagyon erősen Izrael párti, van zsidó tagozata, és erősítenék a zsidó épületek, például zsinagógák védelmét? De az AfD az egy nagy párt, és mi egy olyan párt családot akarunk létrehozni, ami nem arról szól, hogy beleszórunk a másik pártnak a belügyeibe, hanem vannak különböző olyan fő üzeneteink, elsősorban az antiglobalizmus, amiben mi egyetértünk, tehát nemzeti szuverenitást akarunk, és úgy antiglobalizmust, nem úgy, mint ahogy az Antifa néha azt mondja, hogy antiglobalista, még félreértés ne essék, hanem nemzeti szuverenita politikát akarunk, és antiglobalisták vagyunk. Ezen belül rengeteg olyan kérdés van, ami egy-egy pártnak a belügye, és én ebben nem akarok beleszólni, hogy ők milyen politikát folytatnak, akár az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán. Nekünk nagyon világos az álláspontunk, mi ott is békepártiak vagyunk, ellentétben a Fidesszel, amely nagyon békepárti Ukrajnában, de a háborút táplálja az izraeli-gázai-palesztin konfliktus esetében, tehát mi ott is békét akarunk. Rögtön a legelején elmondtuk, és ezt már ezerszer elismételtem, hogy az első nap elítéltük, amikor a Hamas terrorcselekményt követett el Izrael területén, soha nem fogjuk elfogadni. Ez egy erkölcsi kérdés, gyerekeket, nőket, civileket nem lehet lemészárolni fegyverekkel. Tehát ezt soha nem lehet elfogadni, de azóta folyamatosan egy dolgot kellene mondani a magyar kormánynak is, hogyha ott ezt elítélte vagy elítéltük, akkor azt, ami most Gázában történik, ahol már 14 ezer gyermeket meggyilkoltak, azt is el kell ítélni, és ezt nem teszi meg a magyar kormány, sőt az ENSZ-ben egyedül maradt Izrael és az Amerikai Egyesült Államokkal, na jó, néha még Pápua, Új-Guinea és Nauru is szavazott velük, ami szerintem károkat okoz Magyarországnak, és azt is meg tudom mondani, hogy miért. Van egyszer egy, ahogy mondtam, van egyszer egy morális kérdés, és ez nem arról szól, hogy ki szereti a zsidókat, ki nem szereti a palesztinokat, ki szereti a palesztint, ki nem szereti a zsidókat. Mi ebben nem akarunk belefolyni. Mi magyar párt vagyunk, a magyar érdekeket, azon túl pedig európai érdekeket képviselünk. De ugye egyrészt van egy morális kérdés, tehát van egy erkölcsi alap, ha úgy tetszik, van egy keresztényi minimum. Gyermekeket, civileket nem lehet megölni. Ez egy, szerintem egy morális alap. És hogyha azok palesztin gyermekek, akkor is meg kellene szólalni. Na most ez nem történik meg jelenleg a magyar kormány részéről. Mi ezzel nem értünk egyet, és amikor a magyar kormány az országgyűlés ülésére behívta az izraeli nagykövetet, hogy mondja el, hogy mi zajlik Gázában, akkor mi
azonnal jeleztük, hogy be kell hívni a palesztinok képviselőjét, a palesztin nagykövetet is, mind a kettőt meg kell hallgatni. Ez ma nem történik meg Magyarországon, és azért gondolom, hogy ezzel túl az előbb mondtam, hogy van egy morális kötelesség, de ráadásul gazdasági hátrányt okoz a magyaroknak a kormány ezzel az álláspontjával, ugyanis nem Amerikától és nem Izraeltől válható komoly gazdasági lehetőség, fellendülés a magyar gazdaság, a magyar KKV-szektor termelő gazdaság többi számára. Ugye Amerika megszüntette még az 1979 óta érvényben lévő kettős adóztatásról szóló megállapodást is Magyarországgal, tehát jelenleg nincs nagy jövője az amerikai-magyar üzleti kapcsolat. És hát ugye Izraeltől meg milyen új üzleti kapcsolatokat. A Pegasus program az már eljutott Magyarországra. Tehát a vaskupola azért szimpatikusabb, mint a Pegasus. Vaskupola egyébként az egy jó dolog, tehát szerintem az jó dolog. Lehet ilyen megállapodásokat kötni, de a magyar tömegeknek nem lesz gazdasági fellendülés, nem várható. De például az előbb említettem az öböl államokat, ahol kint jártam nemrégiben, és ugye most szervezünk egy olyan export konferenciát, amire nem volt még példa. A magyar párt szerintem ilyet nem csinált, talán az MDF piacok voltak az elsikasztott rendszerváltozás óta hasonló, amit most mi elkezdtünk, hogy egy olyan lehetőséget, egy piacot próbálunk adni magyar vállalkozásoknak, bárkinek, aki erre jelentkezik, ugye egy honlapot létrehoztunk, hungulf.com néven, nincs belőle anyagi hasznunk, úgyhogy talán reklámnak nem minősül, ugye a Magyarország, a Hun és a Gulf az nyilván a Golf, tehát a öböl térséget jelenti. Egyszerűen látjuk a gazdasági lehetőségeket, hát dúsgazdag országokról beszélünk, ahol az éghajlat és egyéb okok miatt az élelmiszer import az gyakorlatilag 85-90%-os, szinte mindent meg tudnának venni, amit mi Magyarországon elő tudnánk állítani a méztől kezdve, a méhészeket most teszik tönkre az Európai Unióban, és óriási mézfogyasztó országokról beszélünk. Na most ezeknek az országoknak nyilván nem annyira tetszik az a magyar kormányzati álláspont, amikor nem szólalnak föl mondjuk, amikor gyermekeket ölnek Gázában. És én tárgyaltam ezeknek az országoknak nagyköveteivel, politikusaival, diplomatáival, és senki nem kérte tőlem azt, hogy legyünk elfogultak mondjuk a palesztinok iránt. Egyetlen egy dolgot várnának el, amit a Mi Hazánk mozgalom meg is tesz, magától, nem azért, mert ezt elvárják tőlünk, hogy legyünk semlegesek, szólaljunk fel bármikor, bármelyik oldalon, hogyha civileket ölnek, és a két állami, az ENSZ által is képviselt két állami megoldást támogassuk. Ezt mondja a Mi Hazánk mozgalom. És már ennek tudnak örülni, és ezzel mi meg tudunk nyitni óriási gazdasági lehetőséget Magyarország előtt. De itt például tehát nem szerintem lesz vita az AfD-vel, tehát hogyha ugye most ugye Spanyolország, Norvégia, Írország és Szlovénia azt mondta, hogy akkor adjanak államot a palesztinoknak, igen, az AfD-hez képest egy más álláspontot képviselhet, ilyen, ez nem töréspont? Nem, mert szerintem nem kell, hogy töréspont legyen, mert ugye mi a magyar érdekeket képviseljük. Ahogy mondtam, van egy morális része, erről biztos, hogy fogok beszélni az AfD-s kollégákkal, hogy van egy morális része. Tehát a gyerekgyilkosságot azt egyik oldalon sem lehet elfogadni, és az is elfogadhatatlan, hogy ugye cinkosok között, illetve bocsánat, bűnösök között cinkos, aki néma, hogy én azt gondolom, hogy ez nem elfogadható, hogy nem szólalunk meg ilyen ügyekben. De az, hogy egyébként ugye itt jön ez a morális része, és ezután jön egy olyan gazdasági része a történetnek, hogy Németországnak nincsenek olyan gazdasági céljai, mint ami nekünk magyaroknak kellene, hogy legyen. Tehát a német gazdaság teljesen, a német vállalkozók, a német gazdák, a német termelők más helyzetben vannak, függetlenül, hogy a gazdákat most az Európai Unióban mindenhol tönkre akarják tenni, ugye ez a teljesen őrült klímapolitika, amiről az előbb beszéltem, miközben ma már nem az Európai Unió és nem Európa az igazán nagy szennyező. Tehát, hogy ezek politikai kérdések, ezekről kell majd nyilván beszélni, ezekben nagy vonalakban egyet is értünk az AfD-vel, de hogy ők azon belül milyen irányba mozdulnak el gazdaságilag nekik, mi az, ami fontosabb, mi az, ami kevésbé fontosabb, az nyilvánvalóan az ő belügyük, úgyhogy én nem gondolom, hogy ebből vita lesz, meg ráadásul az is fontos, amit mondtam, hogy mi nem akarunk egyik oldalra sem állni, hanem van egy erkölcsi alap, van egy morális alap, és azon túl pedig magyar és európai érdekeket akarunk képviselni. Na, egy következő kérdés. Erdős Szili, jó napot! Egyáltalán nem foglalkozik a sajtó a Ficóval történtekkel. Én Németországban élek, és itt egy hírszalag volt az egész, bár szerintem azért ennek a merényletnek több jelentősége volt. Önnek mi a véleménye?
Hát én alaposan tanulmányoztam, hogy pontosan mi történt. Ugye ez a Léváról származó merénylő, ez teljesen egyértelműen a merénylet előtti utolsó megmozdulásain, tüntetésein, amiről ugye az egyik televízió is, ottani televízió is beszámolt, ott egyértelműen hallható, hogy Ukrajnát éltette. És utána lőtte le ugye azt a Robert Ficót, aki most éppen a békepárti álláspontot képviselte, és ő is azt az álláspontot képviseli, amit Magyarországon a mi hazánk, és szavakban mindenféleképpen a Fidesz is képvisel, hogy ne szállítsunk fegyvereket Ukrajnába, és ugye Szlovákiából mentek fegyverek, és ez nem tetszett ennek a merénylőnek. Ez teljesen egyértelmű, független attól, hogy Magyarországon a balliberális globalista média megpróbálta ugye úgy beállítani ezt a merénylőt, hogy valójában egy szélső jobboldali volt. Én azt gondolom, hogy és korábban voltak ilyen megszólalásai is, például a cigánysággal kapcsolatban, ami alapján lehetne mondjuk oda sorolni, vagy a jobboldalra sorolni. Én azt gondolom, hogy alapvetően egy zavart emberről van szó, talán zavart elméjű emberről is van szó, akinek nem voltak stabil politikai nézetei, önmagát próbálta szerintem megvalósítani, de az utolsó egyértelmű megnyilatkozásai alapján a motivációja az volt, tehát ez a tipikus globalista, háborúpárti, ukrán barát megnyilatkozások voltak. És ennek fényében követte el a merényletet, amit nyilvánvalóan elítélünk mindazzal együtt, hogy Robert Ficónak nem felejtjük el a magyar ellenes tetteit sem. És Robert Ficóról, mint ahogy általában az ilyen politikusokról, én egyébként nem vagyok túl jó véleménnyel, mert én rendkívüli módon, hogy mondjam, utálom azokat a politikusokat, de szinte csak azok vannak, és nem csak Magyarországon, akik tényleg évente, van, aki havonta, van, aki 10 évente megváltoztatja a világnézetét, a programját, egy teljesen szögesen az ellentétes. Láttam őről egy nagyon vicces videót a Barbara Show-ban, az nagyon terjed, fiatalon. Az hogy került abba a műsorba? Ezt már többen elküldték mostanában. Hát ez legalább 20 évvel ezelőtt volt, nagyon fiatal voltam, és Győzikével, Gáspár Győzővel vitatkoztam a bevándorlásról, és hát jól lehet látni, hogy én pontosan ugyanazt képviseltem 20 évvel ezelőtt, mint most. Elég szürreális volt ez a videó egyébként. Én azokat a mondataimat is tudom vállalni, teljes mértékben minden egyes szót, amit ott kimondtam, tudok vállalni. És ugye ez egy nagyon, hát hogy kerültem oda, őszintén megmondom, már nem emlékszem, Barbara, Konta Barbara, ugye úgy hívták a hölgyet? Jó régen volt én. Igen. De nagyjából olyan, mint a Mónika Show, csak... Hát azért nem annyira súlyos, azért nem volt annyira súlyos, mint a Mónika Show, ez inkább ilyen közéleti kérdésekkel foglalkozott, fiataloknak szólt a műsor, és valahogy rám találtak, de szerintem azért, mert ugye a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom vezetője voltam, tehát már akkor is közéleti tevékenységet folytattam, és szerintem így hívtak meg ebbe a műsorba. Emlékszem, hogy a Barbarával ott akkor sokat beszélgettem is, egy nagyon helyes hölgy volt, és nagy örömmel mentem egyébként abba a műsorba, és még egyszer mondom, ma ugyanezeket mondanám, amit abban a műsorban elmondtam, és nekem ebből a szempontból nem bánom egyébként, mondjuk én magam nem terjeszteném ezt a videót, de jobban néztem ki, mint most. Fiatal voltam, de abból a szempontból nagyon jó, hogy örülök annak, hogy terjed, hogy azért látják, hogy hát én nem olyan vagyok, mint Orbán Viktor, aki nem tudja vállalni, hogy mondjuk a 90-es években még a Liberális Internacionália alelnöke volt, nem olyan, mint Gyurcsány Ferenc, aki a legnagyobb demokratának hirdeti magát, de a kommunista diktatúrában indult a politikai pályafutása, vagy nem úgy, mint Magyar Péter, aki még a néhány hónappal ezelőtti mondatait, világnézetét, programját sem tudja vállalni, mert 2021-ben még interjút adott arról, hogy nincs a világon jobb dolga helye a fiataloknak, mint Magyarországon, ma meg azt mondja, hogy a legrosszabb hely Magyarország a világon. Szóval ezzel szemben az egyetlen politikai erő a Mi Hazánk mozgalom, aminek legalább van egy ilyen vezetője, hogy én tudom vállalni a korábbi mondataimat, sőt, büszke vagyok rá. Még két kérdés, egy bulvár és egy komoly, és 3 percünk maradt. Boros Máté, hogy áll a Magyar Péter ellen indított per? Hát ugye ez nem egy per, hanem följelentettük, ugye ez egy rágalmazás, amit mondott Magyar Péter, illetve most a napokban szintén egy följelentést kellett tennem, itt van nálam egy szórólap, mert én még reggel még egy tévéstúdióban voltam, és ott ezt mutogattam. Itt van nálam az a szórólap, amit az egész országban terjesztenek, már most hetek óta. Nem túl igényes.
Igen, pont ez a rendkívül aljas benne, hogy nem vállalják föl, hogy kik terjesztik ezt a szórólapot, de azért tudni kell, hogy egy országos terjesztés, ugye mi is kinyomtunk egy újságot, ez olyan nagyjából 100 millió forintba kerül, és hát mi nem is tudtunk egy ilyen országos terjesztést megoldani, ráadásul a terjesztők nem is viszik ki, ugye ezek mind Fidesz közeli cégek. Tehát ebből is lehet látni, hogy valószínűleg a Fidesz áll mögött a névtelen szórólap mögött, ami tele van, ugye az a kezelük, hogy a Mi Hazánk valójában nem jobboldali párt, hanem Gyurcsányék érdekeit képviseli. Na most ez a jobboldali baloldali felosztást szerintem hagyjuk, mert ugye mitől lenne jobboldali a Fidesz, és mitől lenne baloldali a milliárdos Gyurcsány, tehát ennek igazából már nincs jelentősége, szerintem globalista, nemzeti, tehát körülbelül így lehetne egy kettő osztani talán a pártokat Európában. De hát ebből azért lehet látni, hogy ez a Fidesz szövege, és ebben többek között olyan hülyeségek vannak, hogy én a szerb katonaság soraiban szerb katonaként vettem részt a jugoszláviai háborúban. Hát már nem vagyok kitiltva, már változnak az idők, de ki voltam tiltva, igen, annak idején politikai okokból, ahol konkrétan többször megtámadtak szerb nacionalisták, és verekedni kellett velük, tehát hogy még véletlenül sem a szerb érdekeket képviseltem, és mint újságíró voltam a jugoszláviai háborúban, ugye Koszovóban, de hát semmiképpen nem katonaként, és főleg nem szerb katonaként, de amit talán a legjobban sért, az az, hogy kommunista rokonsággal a hátam mögött nevelkedtem, ezt már nagyon sokszor elmondtam meg, kénytelen voltam erről beszélni, de azért maradjunk annyiban, hogy az én, tehát nem egyáltalán nem volt kommunista a családom, és édesapám a miép politikusa volt, a miép képviselője volt a szegedi önkormányzatban, ezek ez az 98 és 2002 között, és a miép szegedi elnöke volt, tehát még véletlenül sem volt kommunista a család, de ez annyira aljas és annyira undorító, főleg az, hogy névtelenül terjesztik, hogy én arra kérek minden műsorban, ezt elmondtam az ATV-ben, minden egyes műsorban elmondom, hogy ugyan kapják már el a terjesztőket, a nézők, hallgatók, nem kérem, hogy pofozzák föl őket, azt kérem, hogy fotózzák le őket, ha beülnek egy autóba, akkor az autó rendszámát fotózzák le, mert ez ügyben is feljelentést kell tennünk, tehát Magyar Pétert is, meg valószínűleg a Fideszt is, nyilván itt ismeretlen tettes ellen tudjuk csak megtenni egyelőre a feljelentést, de már érkeztek, amióta ezt mondom minden műsorban, már van fotónk, van videónk a terjesztőkről, tehát én azt gondolom, hogy a rendőrség meg akarja találni, hogy ki a megrendelő, akkor meg fogja találni a megrendelőt. Én jelenleg azt látom, hogy Magyar Péter, a DK, meg az összes balliberális párt az ellenzék oldalon, illetve a Fidesz oldaláról is megpróbálják lejáratni a Mi Hazánk mozgalmat, megpróbálják elhallgattatni, hogy ez a Facebookon igen nagy sikerrel megy, meg az algoritmus lecsavarni. Nagyon-nagyon nagy ellenszéllel szemben küzd a Mi Hazánk mozgalom, és mégis azt gondolom, hogy nem csak, hogy bejutunk az Európai Parlamentbe, hanem megvalósulhat az az álmunk, ami nekem személyes álmom is, sok-sok-sok-sok éve dolgozom ezen az álmon, hogy egy új európai pártot is létrehozzunk, ami megváltoztatja Európát és az Európai Uniót, és talán megmentheti az európai népeket, nemzeteket. Na és akkor az utolsó kérdés, nem állom meg, hogy ne tegyen fel. Andi 26. Kedves László, az előző ultrahangadásban mondta, hogy elvált, nem keres új feleséget? Szívesen lennék az anyósa. Hát ez... Ez nagyon bulvár. Ez jó pofa kérdés. Nyilvánvalóan mindig azt hirdettem, és mindig abban hittem, hogy az a legjobb egy nő egy férfi számára, hogyha egymásra találnak, összeházasodnak, gyermekeik lesznek, családot alapítanak. Szerintem ez az élet értelme, ez a legszebb dolog az életben, és nagyon nem jó, hogyha valaki elválik. Sajnos ma több a válás, mint a házasság Magyarországon. Ez egy katasztrófa. Sajnos ebbe az irányba halad a világ, és nyilvánvalóan szeretnék én is majd egyszer úgy meghalni, hogy házas ember vagyok, de azért ez ennél egy kicsit bonyolultabb kérdés. Torockai László, köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, és szeretettel ajánljuk a június 9-i választási műsorunkat is, ami 18 órakor kezdődik, az Ultrahang és a Hit Rádió élő műsor, a Fekete Ritával vezetjük majd, Siffer András lesz a stúdióban az állandó vendégünk, megyünk a helyszínekre tudósítani, ha jól tudom, a Mi Hazánknak a helyszínére is egyébként, illetve eredményfigyelés, eredmények, elemzések, ez várható, tehát úgyhogy oda is várunk mindenkit a képernyők elé. Szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.